Köszöntöm a kedves nézőket! Minden ember életében eljön az a pillanat, amikor egyszer csak mesterséget kell választania. Aztán bekövetkezik az a másik pillanat, amikor megkérdőjeleződik, hogy vajon jól döntötte. Mai adásunkban Erdődi Évával és Pap Viktóriával ismerkedhetünk meg. Egy közös biztos van bennük, hogy abban a pillanatban ők a tanítást választották. Vajon jól döntöttek-e? Vagy időközben a hobbijuk vált a főmesterséggé? Vagy a hobbi csak maradt hobbi szinten? Erről beszélgetünk ma. Ez itt a Nőidő. Maradjanak velünk! Annyit tudtam rólad, Éva, hogy te történelem tanár vagy, és egyszer csak egy bemutató után megleptél egy szép fülbevalóval. És akkor kiderült, hogy te gyönyörű dolgokat készítesz gyöngyből. Köszönöm. Hogyan talált meg téged ez a hobbi? Hát igazából ugye pár évvel ezelőtt közös ismerősünk Natasa, a Komodó háziasszonya. Ő rendkívül egy ötletes nő, és ilyen szörméket vásárolt, és mindig, mikor hoz valamilyen új konfekciót, akkor mondja, hogy na, ehhez majd csinálsz magadnak, vagy készítesz magadnak egy valamilyen kitűzőt, vagy hozzávalót, és akkor ő így lassan-lassan ráálltam erre, és elkezdtem gyártani, látható az első munkám, ez egy ilyen szörmés. Ez volt az első? Igen, igen, ez a zöld. És ilyenből gyártottam mindenkinek a ruhájához, mondjuk bézs színbe, bordóba, kinek milyen kellett, úgyhogy igazából ez indította el ezt a, hát én inkább hobbinak nevezném, mert azért mégis a hivatásom az a tanár, úgyhogy emellett pedig jó kikapcsolódás. Az örömszerzés, az ajándékozás, mert te, ha jól tudom, ezt a barátaidnak készíted, és oda ajándékozod a barátnődön. Meglátsz a barátnődön egy ruhát, és fél óra múlva csinálsz neki hozzá egy fülbevalót. Hát mondjuk fél óra az túlzás, mert egy kicsit több idő kell hozzá, de igen, szoktam így. A legjobb modellem a szomszédasszonyom és egyben kolléganőm Anikó, úgyhogy ő viseli is ezeket a dolgokat, és mondjuk az jól esik nekem, hogyha tetszik neki, csillog a szeme tőle, és akkor fölveszi magára is. Ez neked is boldogság érzetet ad. Igen. Én úgy gondolom, hogy egy ember akkor lehet boldog, hogyha másod boldoggá tesz, úgyhogy ez azért. Terápiás hatása van a gyöngyfőzésnek, mert bevallom neked, hogy én, hogyha depressziós lennék, és keresnék egy hobbit, hogy mit csinálják, akkor biztos nem a gyöngyfőzést választanám, mert a gyöngyei biztos elgorulnának. Hát igen, kimondottan vannak olyan emberek, akik mondják, hogy úristen, hogy tudod te ezt csinálni? Ez engem úgy idegesít, hogy biztos nem tudnák egy munkát végig vinni, de nekem valahogy úgy van, hogyha egy nap van 7 órám az iskolában, akkor először is csöndre van szükségem, és valamit alkotni, tehát én akkor így elvonulok, és alkotok, vagy pedig, ha megtetszik valami, amit gondolom, hogy el tudom ezt készíteni, akkor leülök, és akkor igen, éjszaka is tudok ezzel foglalkozni, hogy kiabálnak már otthon, hogy most már jó lenne lekapcsolni a villanyt és lefeküdni, de azért az úgy működik, hogy amíg meg nem csinálom, vagy el nem készítem, addig az... Az ékszereken kívül még miket készítesz gyöngyből? Hát ugye ezzel a úgymond kitűzővel kezdődött a gyöngyből varó kivarás, tehát gyöngy nem cérnával, hanem gyöngyel varó, és igazából az első munkám az Szent Miklós, egy ilyen szent kép Szent Miklósról, mert gyerekkoromtól, ugye szerintem másnak is, a Mikulás az egy olyan gyerekkori élmény, és nagyon sokat
minden évben valamit kérünk tőle, és hálából vartam neki ki ezt a képet, mert hallottam a barátaimtól, hogy elutaztak Bariba, és azt tudjuk, hogy a bari kereskedői nagyon szemfülesek voltak, mert 1087-ben elmentek Mirába, Törökországba, és ellopták a Szent Miklós erekéit, a csontjait, és abból Barin építettek egy székesegyházat, vagy bazilikát, ugye, és azóta egyhogy idegenforgalmi látványosság, zarándokhely, és rendkívül pozitív energetikával rendelkező helyről van szó. Úgyhogy én elhatároztam, hogy én akkor kivarom ezt a szent képet, és ha úgy hozza a sors, és fogom tőle kérni, hogy eljussak Barira, akkor én neki ezt megmutatom, és ez a vágyam teljesült, és mondjuk tudom állítani, hogy azért teljesült, mert végig ott volt mellettem. Úgyhogy aki ebbe kételkedik, tehát ebbe lehet hinni, ebbe lehet mélyen vallásosnak lenni, lehet nem, de szerintem mindig vannak olyan dolgok, amelyek visszahozzák az embernek a pozitívumot az életbe is, és ezért ezt érdemes csinálni. De készítek még szemléltetőket is, mert művészettörténelmet is tanítok, úgyhogy most jövőre Alfonz Muchának egy alkotását varom ki, és mutatom meg a gyerekeknek. Éva, milyen egy jó tanárnő szerinted? Jó, hát ezen gondolkodtam már, meg többször feladták nekem ezt a kérdést, de én azt mondanám, hogy mint minden szakmát, elsősorban szeretni kell a szakmát. Nem bántad meg, hogy annó úgy döntöttél, Az az igazság, hogy nem készültem tanárnak. Szerettem a történelmet, mint szakirányt, szaktantárgyat, de mindig régész akartam lenni, vagy valami más. És azután úgy hozta az élet, hogy mégis a négyes iskola akkori igazgatója, Szabad Géza, ő már sajnos halott, úgyhogy nyugodjon békében. De ő mondta azt, hogy gyere akkor Évikém az iskolába, fogsz tanítani, kapsz órákat, hidd el, nekem ez sokkal jobb, mint ülni reggeltől estig a poros dokumentumok között az archívumban, vagy ásni. Mi az a visszajelzés, ami miatt érdemes csinálni a tanítást? Kollégák szavaival élve az a jó és az a sikerélmény, amikor be tudok oltani egy gyereket a szaktantárgyamra. Tehát ha visszakapom azt a szülőtől, hogy na, a gyerek nem megy most, nem angol szakra ment, hanem történelemre, mert Éva beoltotta. Ez egy olyan dolog, amiért én már azt mondom, hogy érdemes a szakmában lenni, ezt vinni végig, addig, amíg ugye van erre energia, egészség, idegrendszer. Mert visszatérve a kérdésedre, igazából tényleg az a jó tanár, akinek van egy belső ereje ehhez a szakmához, és ez minden attól függ, hogy mennyire nagy a szaktudásod, mennyire fejleszted magad, és mondjuk, aki szoktam, tehát vannak gyakornokok, akik jönnek hozzám gyakorlatra, és kérdezik, hogy na és ez hogy, és hogy, és hogy jött ön bele, és hogy kell ezt, azt tenni. Mindig azt mondom nekik, hogy készülni kell. Tehát fejleszteni magadat, készülni, ha te ezt a munkát szereted, és ezen a pályán akarsz elindulni, akkor a kezdeményezést, a fejlesztést, ezt magadnak kell a kezedbe venni. Mondjuk mai napig nem megyek készületlenül órára, olyan értelemben természetesen nem írok le mindent, de azért kell tudni egymás után, hogy mivel foglalod le, főleg a ma gyerekét, mert nehéz. 30 szempárból jobbik esetben 10 az, aki rögtön odafigyel, 10-et egyszer kell szólítani erre, a másik 10-et meg 5-ször. Úgyhogy... Tehát a rátermettségen és a felkészültségen is múlik. És egy belső erő, egy tekintélyt parancsoló magatartás, és a külső sem mindegy, mert végül is azért nagyon megnézik a diákok, hogy milyen a megjelenése, milyen az előadó készsége, ezt mondjuk a színészektől is elleshetik a tanárok, hogy egy-egy témakört hogy adjon elő a tanár, mert ez megmarad a gyerekbe. Én szeretem a munkámat, tehát... Nem bántad meg, hogy ezt választottad? Nem, ennyi év után azt tudom mondani, hogy nem.
és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az iskola, a kollektíva, a légkör, ugye ez sem mindegy, hogy reggel, ha fölébred az ember, szívesen megy a munkahelyére, vagy nem. Úgyhogy most nagyon harmonikus és nagyon jó légkör van az iskolánkban, egy nagyon jó tanári gárdával, akik tapasztaltak, rátermettek és nevelik a gyerekeket. Éva, mi a legújabb alkotásod? Hát ez most neked készül, mert tudom, hogy nagyon szereted a lilát, és ha ezt be tudom illeszteni, akkor már kész is lesz, amiket hát mostanában szoktam mindenféle színben készíteni, szintén úgy, hogy ugye ruhához. Tessék parancsolni. Akkor ezt fel is próbálom. Ez egy nagyon egyszerű technika, nem kell hozzá csak gyöngy, és ilyen fémek, amelyeket általában a Teszveszboltban itt is nem, már nálunk meg lehet vásárolni. Na, szerintem jól áll. Köszönöm én ezt a szép ajándékot, és kívánok neked még nagyon sok ilyen érdekes hobbit, és sok türelmet a tanításhoz. Köszönöm szépen. Úgy érzem itt magam, mintha visszarepültem volna egy kicsit a gyerekkoromba. Te miről álmodoztál kislánykorodban? Hát nem arról, hogy babákat fogok varni, ez biztos. Mert a varást egyenesen utáltam. Én tanár szerettem volna lenni. Meg doktor persze, a gyerekek többsége, ugye. Híres színésznő, meg táncos, ugye általában a kislányok azok. De mikor már picikét úgy komolyabban foglalkoztatott az, hogy mégis mi, akkor a tanári pálya persze. Magyar tanár szerettél volna lenni? Igen, én magyar tanár szerettem, magyar és irodalom tanár szerettem volna lenni, mert volt egy kiváló tanárnőm, Vacskó Maja, úgyhogy ő neki máig hálás vagyok, mert olyan dolgokra tanított meg, ami tényleg a mai napig megmaradt, és emlékszem is rá, és ő volt a példaképem, hogy ha lehet ezt mondani. És szerettem volna hozzá hasonló képpen egy olyan szakmát, amit majd én is úgy tudok átadni a gyerekeknek, ahogy ő nekünk. És miért földrajz? Hát a földrajz az nagyon távol áll tőlem egyébként, de ezt egy elég rossz élmény miatt választottam, édesapám megbetegedett, és nem volt lehetőség arra, hogy én külföldön tovább tanuljak. És ezért itt a főiskolán nyílt az előtt éven egy csak földrajz szak. Ez egy 4 éves képzés volt, és akkor így döntöttünk a családban, hogy ez lenne a jó, mert itthon vagyok. Mégiscsak még ő is itt volt köztünk, tehát nem szeretem volna elmenni, és akkor így jött a földrajz igazából. Elvégezted az egyetemet, utána tanítottál iskolában. Igen, a 10-es számú középiskolában, akkor még 8-as számú középiskola volt. Ott egy évet voltam, mint napközis tanárnő és földrajz tanár, de akkor már terhes lettem a kisfiunkkal, úgyhogy dekretbe mentem, és ez így megszakadt igazából. Aztán nem is mentem vissza, mert időközben, ahogy letelt a dekret 3 éve, akkor jött a kislány. Úgyhogy ez a 6 év, ez így kitolódott nálam. És hát igazából a tanárkodás az nagyjából ennyi volt, magántanítványaim voltak még. Ott még egy kicsit ki tudtam így magamat élni, ilyen szempontból. Volt olyan pillanat az életedben, mikor már nem tanítottál, és 2 gyermekes anyuka voltál, és nem tudtad, hogy mit kezdj az életeddel, amik nehéz volt a számodra? Igen, mert én nem vagyok egy ilyen, tehát én társasági lény vagyok, én úgy érzem magamról, én nagyon sokat szeretek beszélni, és szeretem a vidám dolgokat, és nekem az, hogy itthon kellett lenni, imádom a gyerekeimet, tehát félreértés ne essék, szeretek velük itthon lenni, de nekem kell, hogy legyen egy kicsit az önmegvalósítás is. És a kislányom, mikor 9 hónapos volt, akkor
akkor jött egy lehetőség. Ugye ezt is igazából a főiskolának köszönhetem, mert a diplomám által kaptam ezt a lehetőséget. Ide költöztünk, ahol jelenleg élünk, és a diakóniai osztály vezetője Nagy Béla felkért, hogy egy dekret, tehát aki dekretbe ment, annak a helyére menjek az irodára dolgozni. Úgyhogy akkor mentem ide. Nehéz döntés volt ott hagyni a tanári pályát? A tanári pályát? Akkor még nem, mert akkor még úgy gondoltuk, hogy majd én visszamegyek a későbbiek során. Ugye akkor még csak 9 hónapos volt a kislány. De aztán, ahogy én belekóstoltam más munkákba, akkor egy kicsit úgy elgondolkodtam rajta, hogy lehet nem is az az én utam. És akkor már egy kicsit igen, mert vártak vissza, de akkor már nehéz volt dönteni, hogy akkor most mit is csináljak. Aztán egyszer csak megtalált téged egy hobbi, vagy te találtad meg ezt a hobbit, amelyik a mesterségeddé vált. Mesélj nekem kicsit erről. Hát egymást találtuk meg szerintem, mert 3,5 év voltunk nyaralni. Akkor igazából nem csináltam már úgymond a háztartáson kívül. Nem dolgoztam így hivatalosan sehol. És elmentünk Odesszába, ott pedig már ennek a baba varrásnak egy picit volt egy múltja, és én ott láttam egy hasonló babát, az enyémekhez hasonló, nem pont ilyeneket, de pont szemű, kis tűszoknyás. Azelőtt te már vartál babákat? Mielőtt nem. Nem. Tehát tudni kell rólam, hogy én varni nem szerettem. Hát még egy, nem tudom, egy pár öltést sem szívesen csináltam. Kötni, horgolni, igen. Himezni is, tehát azt nagymamámtól, anyukámtól nálunk ez ilyen hagyomány volt igazából, hogy mikor jó idő volt, kiültünk, és akkor kötögettünk, horgoltunk, vagy esténként, filmnézés közben ezeket szerettem csinálni. Tehát kézimunkázni nagyon szerettem, és a dekorálás az még az enyém volt, tehát mindig otthon is, édesanyám mindig veszekedett rám, hogy ne mozgasd a bútorokat, mert jól van az úgy, de én mindig pakolgattam, és akkor ott, mikor elmentünk nyaralni, ott láttam ezt a babát, és akkor mondtam a férjemnek, hogy hazajövünk, én varok egy ilyen babát. Mert nekem ez annyira megtetszett, hogy megnéztem, nem tűnt túl nehéznek, és akkor ez így ősz körül volt, nem is volt annyira más lehetőség, mert a gyerekek ugye iskolában, óvodában én bent voltam, és akkor megvartam az első babámat. Kézzel, mert akkor varrógépen még nem volt. És ő lett a Flóra baba. Mennyi időbe telik elkészíteni egy babát? Mindennel együtt, tehát szabás, varrás, nagyjából egy szép nyugodtan haladok, akkor 3 nap alatt meg tudom csinálni, de ha nagyon sürgős a rendelés, akkor volt már olyan, hogy 1 nap alatt megcsináltam egy teljes babát. Komótosan szeretek haladni, mert akkor van időm mindenre szépen, akkor inkább elhúzom 4-5 napra. Akkor az az igazi. Milyen gyakoriak a rendelések, vagy hogyan lehet értékesíteni, hogyan lehet vásárokra eljutni a babákkal? Mert láttam, hogy már Erdélyben is voltál vásárban. Igen. Elsősorban a Prokultúra Szubkárpátikának köszönhetem azt, hogy én most itt tartok. Mert először tényleg hobbi szinten ment ez a varrás. Én az interneten, ugye mindenki fönn van az internetes oldalakon, ez egy picit így most mozog, de még ha kitömjük, akkor megáll, igen, tehát így fog kinézni. Internetes felületen, ugye már fönn voltam, tehát ott néhányan ismertek, akik akartak, azok onnan rendeltek, de a nagy közönség úgymond még nem ismert, és a férjem által tulajdonképpen megint ugye bejön a főiskola,
kerestek kézművest a Prokultúra Szubkárpátikások, és beajánlott engem, mert nem ezeltem. Tehát ez gyapjúból készítettem angyalkákat. Ez is egy felkérés volt a babák kapcsán, és nemezelésre hívtak engem el először, és aztán ott maradtam igazából, és velük járom a fesztiválokat, miközben a gyerekeknek tanítom a nemezelést, a közben a babákat értékesítem. És azon kívül, hogy textilből vannak, mi a baba különlegessége? Legfőbb az az, és ezen sokan meg is lepődnek, hogy nincsen arca. Ugye csak pont szeme van. És mindig kérdezik az új vásárlók, hogy miért van ez. És akkor szoktam mondani, hogy azért, mert Oroszországból egy régi néphagyományból ered igazából ennek a babának a története, mert régen ott nem volt arcuk sem, és mint ilyen védő talizmánként használták ezeket a babákat, amit betettek a gyerekek ágyába. És úgy vélték, hogy a rossz ártó dolgoktól őket megvédi. És később ebből alakult aztán ki, hogy csak pont szeme lett a babának, mivel nincs rajta érzelem. Ezért a gyerek, hogyha szomorú, akkor be tudja képzelni a babába is, hogy a baba is szomorú. Ha vidám, akkor pedig a baba is vidám. Igazából a gyerek fantáziáján múlik, hogy milyen érzelmet ad a babának. Így van. És ezért is jó így, hogy nincs arca, mert ha rárajzolok egy szájat, teljesen más karaktere lesz a babának. Szoktak kérni, nagyon ritkán elvállalom, hogy rajzolok nekik arcot, de inkább én ragaszkodom ehhez, mert ők az enyémek. Tehát én ezt szeretem, hogy ilyen pontszemük van. Megtaláltad a te boldogságodat, önmagadat a baba készítésben? Én úgy érzem, hogy igen, hogy itt van a helyem, ez az enyém. Hát még mindig van mit tanulni persze, meg szeretem azért is, mert van hova fejlődni, tehát mindig jönnek új kérések, új kihívások, azokat nagyon szeretem, abból tanulok, és mindig bújom a szakkönyveket, az internetet, mindig próbálok új technikákat kifejleszteni, hogy az enyémben hogy mutatna majd az, vagy az én babáimban, és ez szerintem ez is nagyon sokat ad, hogy ez egy olyan munka, ami nem, hát nem monoton, nem állandó, hanem mindig változatos, és mindig hoz egy újat ad nekem. Hogy gondolod, eljön az életedbe az a pillanat, amikor ismét tanítani fogsz? Hát soha nem mondd, hogy soha, ugye? Úgyhogy szerettem tanítani, gyerekeimet is szeretem, vagy ha megyünk kézműveskedni, ott is valamilyen szinten ez is egy tanítás, ugye? Tehát ott is tanítok. Igaz, nem földrajzot, más jellegű dolgot, de nagyon szeretem. Szeretek a gyerekekkel beszélgetni. Szeretem, ha látom a szemükben azt a csillogást, hogy hú, de érdekes, ezt még nem tudtam, és most megtudtam. Úgyhogy lehet, hogy még egyszer lesz, de a babázást azt szerintem nem fogom abba hagyni. Ha hobbi marad, tehát nem a mesterségem lesz is a későbbiekben, akkor is ezt megtartom. Mit üzennél azoknak a nőknek, akik nem találták még meg önmagukat? Hát keressenek, soha ne adják fel, mert nekem is 33 évesen jött el az a pont, ahol én megtaláltam önmagamat ugye a babavarás terén, és próbáljanak ki mindent, amit ők úgy gondolnak, hogy számukra ez érdekes, ne hagyják magukat befolyásolni, mert még akár a család által sem, mert csak akkor lehet valaki boldog, hogyha, és a környezet, és ha ő maga tényleg ott van, ahol lennie kell, ahová az Úr oda tette, és ezt nem mindig könnyű megtalálni, de én hiszem, hogy mindenki meg tudja találni a saját útját, ha nem adja fel. Uraim, ne feledjék! Éljenek a nők!